Na kollégák, azért hívtam össze egy körkonferenciát, mert a mai kormányszóvivői tájékoztatón, a kormány.hu-n olvasni lehet, hogy tegnap a kormány döntött a vasúti dolgozók ügyében. A kormány a vasúti dolgozók szabad szakszervezetével, VDS-szel zárójelbe való egyeztetést követően 5 milliárd forintos ellentételezés kifizetésről döntött a MÁV részére, melyből 1 milliárd forintot 12-ben, a fennmaradó rész az azt követő két évben lesz esedékes. Tehát ez a kargó privatizációról szóló forrás biztosítása. Fónagy Jánossal kötjük meg a sztrájk követelésekről a megállapodást, és hát a megállapodásban lehet még cizellálni ezt azt ezek között a korlátok között. Ez a jó hír. A kevésbé jó hír pedig az, hogy holnap, illetve hétfőn a Liga Tanács újra fog dönteni egy 40 napos demonstráció szervezéséről, és hát természetesen a VDSZ-nek ebben karcosnak kell lenni. Mert egyébként a pénzt is azért fizették ki, vagy döntötték el, és fizetik ki, mert negyedikén a VDSZ volt a legkeményebb. Természetesen az teljesen emberi dolog, hogy tudjon WC-re menni valaki, aki ott áll. Emberi dolog, hogy fűteni lehessen, akár a kocsiba, akár valamibe. És még az is emberi, hogy meleg teja legyen. Lesz! A pontok számát csökkenteni fogjuk, és közelebb viszünk az autópályákhoz. Sőt, az autópályákra fogjuk tenni a pontokat. Az is jó, a megyei város, a megyei székhelyek. A megyei városokat, ha megbénítjuk, annak nagyon nagy sajtóhíre van, illetve a polgárok felé is, hogy miért. Mert Nyíregyháza, amit tapasztaltuk, hogy csak Nyíregyháza belvárosban egy helyet fogtunk meg, de óriási dugó volt. A Nyírpadony is jó volt, ott meg két helyen voltunk, csak az a Nyíregyházának a bevezető táblájánál volt, az is jó volt, de meg se közelített rá be a belvárost a körutat. Szerintem meg a megyei városokban kell, meg az autópályák is Budapest, az autópálya Budapest és a megyei városokban. Gyerekek, már bejelentettem, már a DRFK-nak bejelentettem 3 autópályás helyet. Tegnap voltam egyeztetni. Na jó, de tudjátok mit, most ezzel ne bíbelődjünk ezzel a problémával, erre majd egy másik. Most örüljetek, és mondjátok a VDSZ-es tagoknak, hogy sikerült. Sziasztok!